Hello, sziasztok, unboxing videó, és le is teszem megint, ugye, mert van tripod, de majd csak figyeljetek, mert most is szerintem egy még jobb tripod jön. De csak úgy tippelem. Cokmokok Kínából. Ez csak tényleg ilyen három dolog lámpa. Mutatunk ki valami. Köszönöm, hogy van egyszerre, vagy ebből kettő, igen. Ez egy nagyon jó fajta bicikli hátsó lámpa. Ja, nagyon sokáig bírta az elődje, két év alatt ment. Nincs benne lem. Jaj, hát kispórlótátok az ellemet. Jaj. Na mindegy, ebbe kell tenni 20-32-est. Sajnos nem adják. Pedig azt hittem, az van benne, amit ki lehet húzni, és akkor utána világít, de nem. Ezt ki kell fordítani a lámpás részt. Én direkt azért rendeltem ezt meg, hogy ne kelljen elemet rendelnem, mert hát a lámpa része az nekem még jó. De hát ezek szerint, hát... De bent van az elem, jó. Én úgy emlékeztem, hogy csak ki kell húzni ezt a valamit innét, és... akkor jók leszünk. Jó emlékeztem? Az a baj, nem látok. Vagy csak ez egyszerűen lemerült. Hát ez lehet, hogy nem működik. Igen, az egyik, az nem működik. Sajna az lemerült, vagy nem működik, vagy valami baja van. Ez a másik, ez működik. Szóval egy nagyon nagyszerű termék. Igaz, hogy az egyik az most halott. 10 néz ki, föl tud akasztani az ülésre is. Tökéletes hátsó lámpa. No, ez volt az egyik. Ezért rendel legalább kettőt, mert az egyik mindig halott. Aztán kíváncsi voltam, hogy milyen egy kínai pénztárca, és most meglássuk, tényleg az-e. No, már szét is esett? Igen. Ez így az első nyitásra szétesett. Akartam mondani, hogy most van pénztárcám, úgyhogy küldhettek pénzt, hogy vegyek rajta magamnak pénzt, de hát igazából ezzel a csattal, ezzel annyira nem megbízhatónak tűnik, de se baj. Sok értelmes dolog nem jött eddig. Na és amire vártam, mert az, amiről most videózunk, az igazából az a baj vele, hogy picike. Rendeltem egy nagyobb tripodot, ami megtartja talán a kamerát stabilan. Olyan, mint egy tripod, csak minibe. Úristen, ez ennyire instability? Hát ez fantasztikus. Erre nem gondoltam, hogy ez ennyire szar. Ha így meglátjuk, hogyha le van rakva, akkor mennyire lesz. Jó, ez is leesett innét az aljáról. Hát ne várjatok fotós minőségű tripodot, azt nem is vártam, csak azért egy picivel pontosabban megmunkált valamit. Ezt nem illetve ki lehet húzni a középoszlopot. Az mondjuk aránylag tűrhetőre sikerült, meg még talán ez is. Mekkora. Szóval ide rakom, akkor épp, hogy föléri az asztalt. Hát végig is megtartja. Ez nem az, ami mozogni fog, itt nincs zár, meg ilyenek, amik csattognak egy telefonon. Hát ez ekkorka. Megnézzük, hogy azon milyen, mennyire áll meg a telefon. Egy telefont elbír, semmi több. Igazából ez ennyi. Ezt még rá kéne tekerni valahova. Most ez ezért lesz jó. Föl tudom tenni a... Így kéne rá tenni, vajon? Vagy azt mondjátok, hogy még gyors csere talp is van rajta, nem hiszem. Ugye nem, ez csak egy ilyen kifordító valami. Jó. És ha jól látom, akkor így kéne talán fölrakni rá. Most nem hozom ide csúfkú, mert meg is szakadt. De milyen műanyagban van a menet, és meg se lehet húzni, vagy... Hát ez... Most sikerült Kínából 3 szart rendelni egyszerre, mert ez igazából ez eddig semmi vagy nulla, hogy ebben meg nincs menet, vagy rossz, vagy... Hát akkor ez úgymond nem az én napom, kicsit álmos is vagyok hozzá, iratkozzatok föl, hát
Akkor így ebből tanulság, hogy ilyen pénztárcát ne rendeljetek, ilyen lámpát rendelhettek, de legalább kettőt, hogy működjön. Ez meg úgy most van egy tripodom, csak hát igazából nem tudom rátenni a telefont, mert ezt nem lehet felszerelni, majd valahogy rá fogom mókolni. Itt ez a csavar, ez nem is ér ki annyira, hogy belekapjon úgy, hogy megfogja, és itt egy ilyen műanyag menet van, ami nincs, és eleve tágabb, mint az, úgyhogy nem lehet rárakni. Fantasztikus, sziasztok!